A hosszas régészeti feltárás után folytatódhatott a végvári vitézek terének kialakítása az egykori szúnyog közhelyén, már a közművek kialakításán dolgoznak a szakemberek. Tavaly a föld alól más kisebb leletek mellett előkerültek egy barokkori épület lábazati kövei és más falmaradványok is, így némileg át kellett alakítani a terveket. A hatályos törvény szerint a megóvandó leletek a tér északi és déli szélein vannak, ezeket be kellett illeszteni az épülő új tér koncepciójába. Úgy tűnik, hogy az eredeti koncepció megmaradhat, a lelépcsőzés a patakhoz való leballagás lehetőségét biztosítja majd, illetve egy nagyon izgalmas, nagyon szép közösségi tér alakul ki, bízom benne, hogy ez a fiatalok találkozója lesz. Az építkezés miatt többször időszakosan lezárják a Gárdonyi teret és a Végvári vitézek terét összekötő gyaloghidat. Most egyelőre 3 hétig biztosan nem lehet rajta közlekedni, így a gyalogosok a Dobó utca irányából vagy a Markot híd felől közelíthetik meg az egykori szúnyog közt. A tér várhatóan nyárra készül el, központi eleme lesz a restaurált Végvári vitézek szobor kompozíció.